Sok szeretettel köszöntünk minden hívő testvérünket és minden érdeklődőt is. Ez alkalmakon a kezdőkhöz szólunk elsősorban, de úgy gondolom, hogy ezek olyan témák, hogy már a nagyon tapasztalt hívők is elgondolkodhatnak rajta. Szóltunk itt a profétálásról, például a bizonyságtételről az előzőekben, most pedig az Úr imádságával foglalkozunk, vagyis ahogy hétköznap mondjuk, hogy a Mi Atyánk. És ezzel kapcsolatban hát az Úr igéjére támaszkodunk, és az ő igéje alapján gondoljuk végig, hogy mit jelent imádkozni, hogy hogyan imádkozhat az ember, és hogy milyen áldása van annak, hogyha imádkozunk. Az Úr imádságát mindenki ismeri, ugye a Máté evangéliumában van megírva, valamint a Lukács evangéliumában, általában a Máté evangéliumában leírt imádsággal, Krisztusnak ezzel az imádságával szoktunk foglalkozni. Mi Atyánknak nevezzük általában ezt az imádságot, az Úr imádsága. Ti azért így imádkozzatok, mondta Jézus Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyben vagy. Talán eddig fogunk ma, a mai alkalommal eljutni. A tanítványoknak szükségük volt arra, hogy az Úr Jézus Krisztus tanítsa őket imádkozni. Az imádkozás Istennel való bensőséges kapcsolat, és ez nem úgy van, hogy legyünk túl az imádságon, elmondunk egy pár imádságot, hanem ez egy elmélyülés az Isten szeretetében, hogy én találkozom vele, kiönthetem a szívemet előtte, és ő áthat önmagával, a szeretetével. Jézus, amikor a tanítványai tanította volna az imádságra, rámutatott sok mindenre, hogy vannak, akik hát úgy imádkoznak, mint a pogányok. A pogányok ugye hatni akarnak az Istenre, sok beszéddel próbálják Istent megközelíteni, hogy elérjék az akaratukat. A pogány világban, a bálványimádó világban is volt ilyen, hogy imádság, böjt, meg hasonló, meg alamizsnálkodás, de Jézus itt rámutatott arra, hogy ne úgy, mint a pogányok. És arra is rámutatott, hogy ne úgy imádkozzunk, mint az írástudók vagy a farizeusok, akik hát egészen más módon álltak hozzá, hogy a próféta mondta ezt, hogy a szívük távol van, de a szájuk pedig közel van Istenhez, és hogy lehet ilyen is, hogy imádkozunk, de a szívünkkel nem vagyunk kapcsolatban az Úrral. És hogy hogyan imádkozzunk, hát erről, hogy mi a lényege, a hogyanra, Jézus Krisztus nagyon világos választ adott. Én úgy gondolom, itt az előbb említetted is, hogy a samariai asszonyt tanította Jézus ugye a beszélgetése során az imádkozásra is, hogy lélekben és igazságban. Az úri imádság, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni, a lélekben és igazságban való imádság. Ugye a lélek az azt jelenti, hogy az emberbe benne van az Isten lelke, hiszen azáltal lett élő lélekké, és keresi a teremtőjét, a vele való egységet, ahogyan Ádám és Éva nagyon sokszor a kertben beszélgetett az Úrral. Az imádság során mi beszélünk Istenhez, ezért nem mindegy az, hogy miket mondunk, mert akiket tisztelünk, szeretünk, és különleges emberek, azokkal egészen másképpen imádkozunk. Éppen máma jutott eszembe, hogy a 90-es évek elején Magyarországra látogatott Erzsébet királynő, és az a megtiszteltetésért, hogy én is ott lehettem, és egy pár szóval bemutatkozhattam, illetve azt a munkát, amit végzünk. Hát napokig készültem rá, hogy angolul hogyan is lehetne a legnagyobb tisztelettel, elismeréssel, szeretettel beszélni, és nagyon sokszor, amikor imádkozunk, akkor mi csak mondjuk a magunkét. Nyilván a tanítványok is rádöbbentek, hallva Jézus imádságát, beszédét az Atyához, hogy ők teljesen másképpen, testi módon imádkoznak. Az Úr azt akarja, hogy lélekbe egyé lehessünk, és nagyon szeretném úgy megszólítani az én Uramat, mennyei Atyámat, hogy az valóban a legnagyobb tisztelet és a legnagyobb szeretet és hódolat legyen. Ugye azt azért tudnunk kell, hogy Jézus az Istent Atyának szólította, és ugye arámul az Abba, a görögül a Páter, de ebbe a megszólításban minden benne volt, ami egy atyának, a legjobbnak, a legcsodálatosabbnak, és kijárt. Jézus, amikor megszólította az Atyát, akkor nagyon csodálatos dolgok történtek. A Lázár feltámasztásakor is felnézett az Atyára. Tudom, hogy te mindig is meghallgattál engem. Amikor a szívünk tele van egy csomó fizikai kéréssel, amikor Uram, légy velem a mai napon, áldj meg engem, őrizd meg, gyógyíts meg, add meg, hogy sikereim legyenek, hogy sikerüljön, amiben vagyok. Egyáltalán nem az Atyának való tisztelettel imádkozunk, hanem a magunkat és a dolgait toljuk előre. Jézus így tanított imádkozni, hogy mi atyánk, hogy vajon tisztában vagy-e, hogy milyen alapon lehet a mennyei Atya az én atyám. Hát ugye elsősorban úgy Jézus Krisztus által lehet az Atya az én atyám, a megváltás által. Ugye nagyon fontos, hogy a megváltott ember újjászületett ember, és ez az új ember, ez Isten gyermeke. A választófal leomlott, amit a gonosz és a bűn az ember közé épített, és így lehetünk Isten gyermekei Jézus kereszthalála által. Ő megszerezte nekünk azt a jogot, hogy az Atyát, a mennyei Atyát a mi atyánknak szólíthatjuk. Ez egy nagyon csodálatos dolog, ahogyan a tanítványokat is tanította Jézus, rádöbbentette, hogy az Isten nem távol van. Az az én atyám, a mi atyánk, közel van hozzánk. És hát nem a teremtés jogán szólíthatjuk meg atyának, hanem csak Krisztus által, a megváltás által. Nagyon Vajon ismered-e a mennyei atyát? Van-e neked mennyei atyád? A tékozló fiú történetébe olvashatunk erről a mennyei atyáról, hogy a szeretet Istene. Egy olyan atya, aki a szeretetével mindenkit hazavár, aki a szeretetével mindenki számára készített helyet az ő fiában, Jézus Krisztusban. Jézus mondja is, hogy az én atyámnál sok lakóhely van, és ha nem lenne, megmondanám, mert az atyának fájt, hogy az ember távol van, és a mennyei atyának ma is fáj, hogy te távol vagy tőle, hogy nem ismered őt, mint mennyei atya. Vannak emberek, akik ismerik Istent úgy, mint gondviselőt, de nem úgy, mint a mennyei atyát. Ez a két szó, ez nagyon sok mindent világossá tesz az ember előtt. Ugye ez a mennyei atya, a mennybe lakó. Van egy gyönyörű szép ének, amit én nagyon szerettem gyermekkoromban, és sokszor énekeltük, és mostanában is eszembe jutott. Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem, téged dicsér egész világ, és aztán folytatódik tovább. A mennybe lakó én Istenem, hogy van út az Istenhez, a mennyei atyához. És hogy ez tulajdonképpen mit is jelent, hogy mennyei atya, mennyben lakó Isten, a leghatalmasabb, a legcsodálatosabb, a mindenség urát jelenti, hiszen egy legyen szavára előállt ez a világ, de nem csak előállt, hanem ma is ő működteti ezt a világot, és minden aszerint van, ahogy ő igazgatja. A mennyei a számomra azt is jelenti, hogy szinte elérhetetlen, olyan nagy és hatalmas, de mennyei atya az én atyám, és éppen ezért elérhető. Nem szabad földi módon gondolkodni és beszélni, az ő mindenható, csodálatos nagysága mindeneket ural, és mindenekben uralkodik is. Minden úgy van, ahogy az ő terve és akarata szerint van az életemben is. Nem azt jelenti, hogy távol van tőlem Isten, hanem azt jelenti, hogy a leghatalmasabb Isten az én szerető atyám. És Isten a romlatlan szeretettel szeret engem. Nincsenek Istennek velem szembe rossz döntései. A tékozló fiú történetében is csodáljuk az atyát egyrészt. Csodálatra méltó az a türelme, ami a tinédzser fia iránt van. Egy más apa elővette volna a nadrágszíjat. Mit kérsz, te szemtelen, örökséget tőlem? Majd megtanítalak én téged. De ez az atya, ez a példázatbeli atya, ez nem ilyen volt. Vagyis ez utal arra, hogy Isten nem ilyen, hogy az emberrel megvan a türelme, nem úgy, hogy hát menjél a pokorra, menjél a magad útjára, ha már ezt választod, hanem Istennek van türelme arra, hogy visszavárja a fiát, és hogy hát a Bibliában is sok szó esik erről, hogy Istennek milyen türelme van irántunk, hogy amilyen távol van napkelettől, napnyugat, hogy olyan messzire veti a mi bűneinket, és hogy milyen szeretettel bánik velünk. Tehát Istennél ez egy nagyon csodálatra méltó, mint Atyánál, hogy a türelme megvan az elveszett ember iránt. Ezzel ez a példázat a pogányokra utal, hogy Istennek megvolt a türelme több ezer éven át a pogányok iránt. De eljött a pogányoknak is az ideje. Az Atya egy csodálatos személy, akit a Jézus Krisztus által ismerhetünk meg. Már ezt érintőleg mondottuk is, hogy megismerhetjük. És az Atyában, az emberi vonatkozásban ez a legcsodálatosabb, hogy ő úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne, hanem aki hisz benne, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az Atya, mint a tékozló fiú esetében is, ilyen idézőjelbe téve, nagyvonalú a szeretetében, hogy megvárja, hogy az emberekkel valami történik a szívükben, de munkálkodik az ige és a Szentlélek által bennünk, hogy megváltozzon a gondolkodásunk, az életünk. És hogy ebből, hogy Jézus, az ember Jézus milyen csodálatos módon ragaszkodott az Atyához, nem úgy, hogy havonta egyszer beszélt vele mobilon, hanem hát itt van, hogy minden szolgálatánál, amikor a kánai mennyegzőn volt, ott is az Atyához fordult, mielőtt az Úr csodát tett volna. Vagy amikor a kenyeret megsokasította, akkor is az Atyához fordult. Amikor könnyek között ott állt Lázár sírja előtt, akkor is az Atyához kiáltott, és hogy mindig megvolt ez a folyamatos kapcsolat, mindig vágyott, hogy bennem megvan ez a vágy, hogy Isten után, az Atya után vágyna a lelkem, hogy nekem fontos minden perc, amit vele tölthetek. És Jézus, amikor haldoklott, és akkor is az Atyához fordult, és nem azt várta, hogy őt ott emberek vigasztalják, hogy ó, szegény, mekkora szenvedésen megy át, hanem békében letette a lelkét az Atya kezébe, és hogy mindvégig, amíg itt járt a földön, mindig az Atyára hagyatkozott, és hogy az Atya meg is dicsőítette az ő fiát, Jézus Krisztust, és hogy a próféták még a közelébe sem jártak annak, amiket Jézus tett. Meg is kérdezte, hogy kinek mondanak engemet az emberek. Mondták, hogy hát egy prófétának, a másik ez, Jeremiásnak, vagy Illésnek, vagy hasonló. De nagyobb van itt, mint a próféták, és hogy a mennyei Atya szeretetével érkezett. Tehát el kell mondani azt, hogy az emberekben az Atyával kapcsolatban sok negatívum is alakult ki, hogy az öreg, szivar, a szigorú öreg, akinek a gondolatai csak fekete-fehérbe vannak, hogy amit ő kimond, annak úgy kell lenni, hogy nem ért meg senkit, és hogy sokan egy olyan Atyát képzelnek el, ha bemennek a templomba, és a félhomályban, hogy megrendülve, hogy mikor veszi elő a karikásos tort, és mikor vág a nyakunk közé. Tehát Istenről lehet, az Atyáról egy ilyen torz kép, hogy ő szigorú, hogy kegyetlen, hogy miért enged meg dolgokat. Lehet mindennel vádolni, de azt az Atyát ismerjük meg, akiről Jézus beszél, nem akiről a szomszéd beszél, vagy egy rossz indulatú ember beszél, vagy egy nem átadott életű ember beszél Istenről, hogy milyen kép alakult ki bennünk Istenről, hogy pozitív kép, vagy negatív kép. És szokták mondani, hogy nagyon számít az, hogy egy apa hogy él és hogy neveli a gyerekét, mert sokszor ez befolyásolhatja a gyerekek gondolkodását, elképzelését Istennel kapcsolatban is. Tehát ezért mi ahhoz ragaszkodjunk, amit Jézus mond, és hogy mi is olyan bensőségesen igényeljük az Atyával való közösséget, mint hogy az ember Jézus tette. Ez a bevezető rész, amit az úrimádsággal kapcsolatban mondtunk, hogy ti azért így imádkozzatok, és mi atyánk ki vagy a mennyekben, eddig beszéltünk, ezt követi 6 kérés. Az első kérésekben az Istenhez való viszonyról lesz szó, aztán az anyagi dolgokhoz való viszonyról lesz szó, az emberekhez való viszonyról lesz szó, a kísértéssel kapcsolatos viszonyunkról, és hogy az Isten dicsőségét tartsuk a szemünk előtt az imádságban is. Majd ezekről a következő alkalmakon beszélünk. Elköszönünk tőletek, az Úr áldjon benneteket.